Első körben ez egy oktatóteremnek indult, és a párommal együtt nyitottuk. Szabad mondani, hogy te a párod? Igen, tehát a Szőnyi Istvánnal vagyunk alkotók, Istikével egy párt, és hát most már 3 éve. De minek gondolod magadat? Versenyzőnek, oktatónak, vagy működmösnek? Te mind a három. Hú, de jó kérdés! Te mind a hárommal foglalkozol. Szerintem ma már elsősorban oktató vagyok. Uh-huh. Én nagyon szeretek a tanulókkal foglalkozni, támogatni őket. Amikor én lettem körmös, az, hát ez 12 éve volt. Uh-huh. Az nem most volt. Most ez 12 éve körülbelül, 2020-ban. És hogy kezdtem? Hát ez nagyon érdekes, ugyanis nyilván én mai napig emlékszem arra, hogy szerintem ugyanúgy nekem sem volt pénzem a tanfolyamra, mint ma is nagyon sokan megszenvednek vele. Azért 100 000 forinttal kezdődik egy okeis tanfolyamnak a kezdő ára. Ez csak a tandíj. És akkor még ott van ugye a tanulócsomag, és akkor erre jön még a vizsgadíj, és akkor ma már egyre nagyobb divat, ugye, hogy plusz órákat veszek, mert amúgy nem tudtam figyelni, nagy a csoport, nem tudom, mit mutatott az oktató. És a másik dolog, hogy ha az oktató jól is mutatja meg, akkor nem biztos, hogy tud kellőképpen figyelni. Na most ugye én is próbáltam megkeresni azt a tanfolyamot, ami a legolcsóbb, a leggyorsabb, és hát én találtam egy online képzést, és ez 12 éve volt, igen. Aha. Akkor ez nagy ritkaság volt még, biztos vagyok benne. Igen, szerintem ez az egy volt, de ha megkérdezed, hogy ki tartotta, és hogy mi volt a honlap címe, hát én erre nem emlékszem. Pedig én azt hittem, hogy jó a memóriám, és hogy majd ezeket én megjegyzem, és hogy miért felejteni el az ember, de felejteni. Régen volt. Igen. És szerintem, ha jól emlékszem, én CD-n kaptam meg a tananyagot, de komolyan, és én nem tudtam, mi az a sablon. És akkor még az sem volt divat, hogy mi kérdezünk. Uh-huh. Mert akkor az emberben nagyon benne volt még az, nem úgy, mint ma, hogy ha kérdezel, akkor buta vagy. Valahogy én úgy éreztem, még a gimibe is ezt éreztem, hogy valahogy ez az az időszak volt, hogy oké, van kérdés, de ha van kérdés, akkor te nem érted. Uh-huh. És ma már nem itt tartunk. Pedig tudod, van egy ilyen mondás, hogy azt tud kérdezni, akinek van már valami tudása. Ma már így van. Igen. Mert akárhányszor ugye tanfolyamon van, 100 milliószor elmondom, hogy kérdés van, hülye kérdés nincs. Egyetértek. Szóval visszatérve, én szerintem CD-n kaptam meg a tananyagot, és hogy én nem tudtam, hogy mi az a sablon. És én ezt nagyon félve kérdeztem meg, hogy ezt hogy kell felrakni. El se tudtam képzelni, hogy kell felrakni. Fogalmam se volt róla. És akkor elmagyarázták, de hát akkor én még tippel kezdtem el csinálni, porcelánnal kezdtem hát, el. Hát a 12 éve még ez volt a igen, trend. És akkor utána a zselé hú de nagy divat volt, és elkezdtem a tippre ugye felhordani a zselét, amit ugyanúgy hordtam fel, mint a porcelánt. Na most, ha ugyanúgy hordod fel, az azt jelenti, hogy egy gombócból akarod felépíteni a zselét is. Na hát ez nyilván nem jött össze. És mikor jött el a pillanat, amikor OK-ra mentél? Ezután. Uh-huh. Ezután. Tehát amikor azt láttam, hogy oké, én ezt akarom csinálni, nekem ez tetszik, engem ez érdekel, mert minden szomszédot, minden barátnőt arra hívtam, hogy hadd csináljak már neked körmöt, kérlek, akkor úgy voltam vele, hogy kell az OK és vizsga, és én hitelből mentem el vizsgára. Nekem nem volt 120 000 forintom 12 évet, az úristen, mennyi pénz? Ma is sok pénz, de akkor mennyi volt? Aha. És én hitelből mentem el vizsgára, és a hitelembe a szüleim végül besegítettek, ők sose akarták, hogy körmös legyek. Sose, mindig. Megindokolták, hogy miért?
Ha jól emlékszem, de most nem akarok butaságot mondani, hogy ebből nem lehet megélni. Hogy lábakat akarsz csinálni életed végéig, mert hogy akkor egybe volt a pedi kőrel is lábakkal. Igen, és amúgy én nem akartam pedis lenni, de utána nagyon megszerettem. Te pedisztél is akkor igen, itt a évek során? Igen. És ha jól tudom, most a szakma felé fog változni, hogy a pedikűr most megint... Újra összevonják, igen. És ez szerintem egy jó dolog, mert sokkal több ember fog rájönni arra, hogy a pedikűr egy nagyon jó szakma, a pedikűrös szakma. Én nagyon szerettem. Szerintem ezért vonják egyébként össze egyrészt a óraszám miatt, kiadjon egy teljes óraszámot, másrésztről meg nagyon kevés a pedikűrös. Tehát hiány szakma, viszont hogyha ha kötelezővé teszik, akkor nagyobb az esély, hogy többen fogják megtanulni. Ahogy tehát mondtam, hogy pontosan ez, amit én sem akartam, és utána mondom, ez tök jó. Aha. Szóval pedisztél is. Igen, és hát ugye levizsgáztam egy darab ujjon, ha jól emlékszem. Egy darab ujjon vizsgáztam. Ilyen városi legendákat én is hallottam. Igen, egy darab új volt. Szerintem zselét. Még köröm egy hosszabbítás nem volt. És akkor ahogy meglett a papírom, 2-3 hónapra rá kijött a köröm egy hosszabbító anyag, és arra, hát gyere rá, kész. Se oktató videó, se step by step, tehát ez nem volt divat. Tehát vagy fejlesztetted magad, ültél, gondolkodtál, képeket lehetett találni weboldalakon, de ami ma megy, ez az hatalmas nagy mennyiségű információ, akkor, ez nem volt. Ez az időszak, amiről most mesélsz. Itt én nem emlékszem rá, hogy itt már mondjuk a YouTube erős volt. Nem tudom. Tehát, hogy itt... Fogalmam sincs, mert... Szerintem itt még nem indult el. Egyáltalán nem voltam benne ebbe a telefonos, nyomkodós világban, tehát kaptam meghívót egy Facebookra, és mi ez, úristen, hagyjuk már. Mert akkor még meghívós volt. Igen. És akkor azt hiszem, regisztráltam, de mondom, ez full üres, mit kell ezen? Jó, hagyjuk. És hát ma már ugye hol tartunk, ugye? Úgyhogy hosszú út volt ez, hogy nekem legyen egy papírom, mert ugye sok pénzbe került. És utólag egyébként most, hogy azért egy népszerű ember vagy a szakmában, én azt gondolom. Hát, ha ezt mondod. Igen, népszerű ember vagy a szakmában, hogy a család megnyugodott egyébként? Nagyon. Nagyon, és szerintem nagyon büszkék rám. Uh-huh. És amúgy sosem felejtem el, nekem van egy nővérem. Uh-huh. És ugye akkor még talán el lehetett menni okáj és papír nélkül dolgozni, úgyhogy valamilyen más formában voltál bejelentve, de lehet, hogy még már akkor sem. De úgy meg egy könyvelő, tehát úgy meg tudta oldani azt, hogy én tudjak nyugtát írni, tudjak szemlet írni, tudjak bérelni. És akkor ugye mindig ez volt a kifogásom, ugye a nővérem felé, mert hát nyilván sokat beszélgettünk, hogy de hát, hogy én nem tudok elmenni oká és papír nélkül, meg hogy menjek el dolgozni, meg én iskolába járok, meg mert hogy egyetemre jártam, én biológiát tanultam, biológusként végeztem, és azért... De várjál, most mikor, tehát a körmözés, és azt egyetemre jártál, ezt akartam ment. Kérdezni, egyszerre. Hogy párhuzamosan ment, aztán lediplomáztál, és maradtál körmös. Igen. Tehát, hogy abban a szakmában te nem dolgoztál, nem próbáltad ki magad? Nem. Aha. Szóval visszatérve, mert ez egy nagyon olyan pont volt az életemben, ami szerintem nagyon sokat lökött előre, hogy összeveszett velem a nővérem, hogy nem hiszem el, hogy nem tudsz elmenni dolgozni. De 19 éves voltam, vagy 20. Szóval pont az a rész az ember életében, amikor tanul, de csak kéne több pénz, de hát tanulnom kell, meg el kell mennem már dolgozni, de akarok is, de hogy mégse. És nekem ő volt az, aki úgymond így belelökött. Jó, igaza van. És akkor kibéreltem egy asztalt. De én most ott ragadtam le ennél a egyetemnél, hogy kerültél te oda? Tehát, hogy nem lehet, hogy tehát ez egy ilyen bizonyítási dolog volt a szülők felé, hogy oké, műkörmös vagyok, de azért legyen egy rendes szakmám, szokták. Nem, én azt gondolom, meg én azt látom azért sok emberben, hogy mindenkinek van többféle érdeklődési köre. Mm.
És ez határozza meg ugye azt, hogy milyenek vagyunk, mit csinálunk, hogyan éljük a mindennapjainkat. És nekem nagyon kedvenc tantárgyam volt a biológia a gimnáziumban. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon jó tanárom volt a gimiben, és hát ez most érdekes lesz, nekem volt egy orrsövény ferdülésem, amit meg kellett műteni, mert hogyha egy orrsövény ferdülést nem műtesz meg, akkor idősebb korodra... Horkolsz. Hát horkolsz, nem kapsz levegőt, begyullad az orrjárataid, ugye az arcüreged, és ugye ezt meg kellett műteni, és amikor én ott voltam, akkor én azt mondtam, hogy én orvos leszek. Aha. Na most hiába az volt a szerencsétlenségem, idézőjelben így az orvosi egyetemmel kapcsolatban, hogy hiába volt 5-ös és 4-es emelt szintű vizsgám, biológiából, kémiából, felsőfokú nyelvvizsgám van, azért nem volt elég a pontom, mert abban az évben, amikor én jelentkeztem az orvosira, abban az évben jött be a kétszintű érettségi, és nem azt nézték, hogy 5-ös vagy, hanem hogy 100%-os 5-ös vagy, vagy 95%-os 5-ös vagy. Erre emlékszem. Mert vagy 100 pontod van, vagy 95. Uh-huh. És hogy én ezen csúsztam úgymond el, uh-huh. És nyilván, amikor egyetemre jelentkezel, akkor mindig azt mondják, hogy ne egy helyre add be több helyre, és akkor nyilván választottam, nem tudom, negyedik, ötödik helyre olyan egyetemet, ami kapcsolódik a biológiához, és akkor így kerültem Szegedre, a természettudományi karra. Uh-huh. És ez is egy kicsit viszontagságos volt, mert ugye, ha már nem jött össze az orvosi rész, akkor kicsit a művészibb énemet helyeztem előtérbe, hogyha ugye az egyik nem sikerül, akkor menjünk el egy kicsit afelé, és akkor nyitottam ugye a körmözésről, hogy jó, akkor én ezt meg szeretném És akkor, csinálni. Ha te Szegeden tanultál, akkor hol körmöztél? Tehát Budapesten Szegeden. Voltál már Szegeden. Akkor, vagy még Szegeden? Szegeden, de amúgy én nem Szegedről való vagyok, hanem Szikszóról. Uh-huh. Ez Borsod megyében van, Miskolc mellett egy kisváros, és Miskolcra jártam gimnáziumba, és akkor onnan felvételiztem egyetemre, és akkor így kerültem Szegedre. Most eszembe jutott erről, hogy körmöztél, de mellette egyetemre jártál, tehát hogy már akkor is sok mindent csináltál, gondolom, egyszerre, de legalább minimum két igen, dolgot. Igen, mert mint pultos is dolgoztam. Mellékállás. Vendéglátóban, igen. És most az jutott eszembe, hogy én láttam a te Facebookodon, hogy neked van most egy hobbid. Igen. Tehát most is foglalkozol mással is. Igen. Tehát nagyon sok mindennel foglalkozol. Bögréket készítesz, ha jól emlékszem. Igen, ez onnan jött nekem, hogy túltengett az agyamban az, hogy ezt a körmöt kell csinálni, azt a körmöt kell csinálni, iszonyat mennyiségű ötletáradat van mindig a fejemben, és ezt valahol muszáj volt egy kicsit lecsendesíteni, mert elfáradtam benne. Tehát elfáradsz abban, hogy jön a vendég, meg kell szervezni egy oktatást, e-mailekre kell mondjuk válaszolni, holnap hova kell menni, előtte tankolnod kell a kocsiba, de be kéne besorolni, és főznöd kell, és de ezt a könyvet annyira elolvasnám. Ja, és akkor pihenni is kéne, meg beszélgetni a családdal, szóval ez már 10 dolog, ugye, amit így szépen de van erre egyébként valami trükköd? Vagy te hogy? Abba kell hagyni. Le kell ülni. Aha. Le kell ülni, és végig kell gondolni, hogy mi a fontos. Én most ebbe a fázisba vagyok, hogy számba kell vennem, hogy mi a fontos. Jelenleg abba hagytam a vendégezést, tehát, hogy most már nem vállalok vendégeket. És ez mindez ezért van, mert túl sok munkám volt. És most ezt a bögre dolgot is egy kicsit túlzásba vittem, mert ezt tényleg csak saját szórakoztatásomra, hogy egy kicsit... Fantasztikusan. Én nagyon szeretem a meséket. Annyira cukik. Igen, és hogy engem a mesék egy kicsit így kikapcsolnak. Aha. Tehát mások ugye horrorfilmeket néznek, meg thrillereket, és amúgy otthon ebből mindig baj van. De probléma. Disney filmeket nézni? Disney. Én Disney-t nézek. Általában az emberek...
amikor történik velük negatív dolog a mindennapjukban, azt nehezen teszik le este. És ezért vannak erre trükkök, hogy hogyan lehet este lezárni jól egy napot. Egy ilyen esti rutin. De akkor lehet, hogy te Disney filmet nézel. Igen. És hogy ezen kívül van egyébként valami különleges rutinod, amivel lezárod a napodat? Most sajnos erről egy picit más jutott az eszembe, hogy sok körmös magába szívja azt a sok problémát, amit a vendégei megosztanak vele, és ezt ők nem tudják letenni. És én nagyon-nagyon szerettem a vendégeimet, úgyhogy nem szeretném, hogy ezt bárki félreértse, de hogy én meghallgattam őket viszont, és emlékeztem rá, amikor újra jött, de mire hazaértem, én azt elfelejtettem. Uh-huh. És sajnos ez egy tudatos, és szerintem ez nagyon egy személy, tudatos. Személyiség dolog is. Nem hiszem, hogy tudatos. Nem hiszem. Mert ahhoz, hogy valaki fel tudja dolgozni, lehet ezt tudatosan is lehet. Letenni. Lehet, de nálam szerintem ez nem az ecsetet tudatos. És nem hazavinni a... Nem, szerintem ebbe szerencsém van, hogy mások problémáját nem veszem magamra, meg iszonyatosan empatikus vagyok, de és foglalkozok másokkal, mert nyilván ezért vagyok oktató, hogy segítsek, de amikor otthon egyedül vagyok, és nem ezzel kell foglalkoznom, én nem ezen gondolkodok, hogy szegény XY, és hogy én őrölném magam szerintem ezzel. Szerintem is azért ez egy de szerencsés. Tudom, hogy sokan vannak így. És bizonyám. És igazából önfejlesztéssel lehet ezt szerintem a legjobban megoldani, hogy megismered saját magad, hogy igenis konkretizálod magadból, hogy mi, ami neked fontos, hogy mi, ami a te véleményed, mi az, amit te szeretnél, és hogyha talán ezek képben vannak, és ezek össze vannak rakva, akkor talán ezeket könnyebben tudod irányítani. Nagyon jó, hogy mondod ezt az önfejlesztést. Én azt veszem észre, hogy most itt egy szűkebb közösséget nézünk, mondjuk a műkörmös tanulókat. Én azt veszem észre, hogy nagyon sokuknak önbizalomhiányuk van, és önismereti problémájuk. Azokon a fotókon, amik kimennek, tehát, hogy amik már csak innen induljál, hogy az én munkám rossz, mert nem olyan, mint ami a katalógusban van. Ez régen nem volt probléma. Mert régen, amikor én elkezdtem körözni, egyszerűen mindenki tudta azt, hogy ez egy katalógus minőségre, ma már ennek negatív jelentése van, hogy retusált, de az egy katalógus minőségre retusált köröm, ami egy normális dolog, én úgy gondolom. Mert egy hatalmas vászonra nem kerülhetnek ki egy apró, tehát ráncok, amik vannak. De ahhoz, hogy egy terméket igenis el akarunk adni, ezt hívjuk reklámnak. És emiatt, mivel ezekből a fotókból egyre több van a közösségi médiában, ezért egyre több vendég megfogja ezeket a képeket, és én ezt szeretném. Igen. És ezt szalon munkában szerintem nagyon nehéz teljesíteni. De a te tanulóidnak, te hogy tudsz ebbe segíteni? Tehát hogy tudod az ő önismeretüket, vagy az önbizalmukat egy picit? Iszonyat csak dumával. Tehát, ha szegény kis kolléganőm itt lenne, akkor ő mondhatná, hogy nagyon-nagyon sokat beszélek. Tehát, hogy mindig mesélek arról, hogy én ezt hogy oldottam meg, én milyen szituációban voltam, és akkor ugye nyilván úgy gondolom, hogy ezzel segítek, és mindig hozzáteszem, hogy szólj rám, ha sokat beszélek, mert nem biztos, hogy mindenkinek erre van szüksége. Tehát, hogy én azt képviselem, hogy dolgozz precízen, dolgozz jól, igenis dolgozz katalógus minőségben, amennyire tudsz, és dolgozz annyi időn keresztül, amennyire szükség van, legyen ez 3 óra akár. Ezt úgy érted egyébként, hogy szalomba is a vendég? Igen. Igen. És akkor a vendég igenis ki fogja ülni, és ki fog fizetni bármennyit. Azért merem ezt mondani, mert én ezt csinálom. Csináltam, mert hogy ugye már nem vendégezek. Mert ha te elmész, nem tudom, egy fodrászhoz, vagy egy hotelba, tehát csak indulj ki magadból, akkor azt mondod, hogy legyen szép,
a hajam, legyen kényelmes a határ. Ennyibe kerül? Mm. Jó. Mm-hmm. De kényelmes. De szép a hajam. Mm-hmm. Tehát, hogy ez most nyilván nem azt jelenti, hogy irreális összegeket is kifizetnék bármiért, mert igenis meg kell tudnod határozni azt, hogy mennyit érsz, mm-hmm. de a jó terméknek annak olyan ára is van. Mm-hmm. Tehát ez a fontosabb. Ez a fontos, mert uh-huh. vehetsz egy csizmát 1500 forintért is, uh-huh. de egy hónap múlva kidobod. Uh-huh. De, és vehetsz egy csizmát 20 000-ért is, és 3 évig hordod. Uh-huh. Én látok egyébként még egy problémát ebben a önbizalom hiányos dologban. Mégpedig, amit te is elmondtál az előbb, hogy a legelején nem támogattak. Tehát a családod nem támogatott, hogy az hogy körmös legyen. Hogy én azt látom sok érdeklődőnél, hogy szeretne körmös lenni, de nem kap támogatást a családjától, és nehezen verekszi át magát ezen az akadályon, hogy meghozza ezt a döntést, hogy körmös legyen. Igen, mindenki azért hoz a családból egy bizonyos személyiségtípust, hogy miben nőtt fel. Uh-huh. Ezen nagyon nehéz változtatni, ez már nem egy oktató feladata, mert az oktatót azt tegyük, tehát az oktató és a pedagógus között tegyünk különbséget. Uh-huh. És akkor itt jön be az, hogy az OKS képzés nem is jó. De jó. De az OKS képzés jó. Uh-huh. Az OKS képzés alapokat ad. Uh-huh. Olyan alapokat, amiből te továbbfejlődsz. Uh-huh. És ezt én mondom, aki OKS-t tanított. Uh-huh. És én elhiszem, hogy sokak rossz helyen voltak, meg hogy megvan szabva, hogy lehet felrakni a sablont. Igen, azért, mert ha vannak egy csoportban 30-an, az egyik érti, a másik nem, akkor kell találni egy köztes utat, amit mindenki ért. Te látsz egyébként különbséget az egynapos továbbképzések, vagy díszítő tanfolyamok és az OKS tanulók között mondjuk motiváltságban? Hát, aki OKS-en van, az nagyon az elején van, tehát motivált. Uh-huh. Szóval nem biztos, hogy mondanám, hogy van különbség. Uh-huh. Tehát azonosnak gondolod. Igen, tehát hogy ők az elején vannak, ők ezt szeretnék, uh-huh. csinálják. Uh-huh. Aki meg továbbképzésre jön, az pedig ugye visszatérve önfejlesztés, uh-huh. tehát nem csak lelkileg, hanem ugye uh-huh. gyakorlatban is, ugye fizikailag, ugye fejleszti önmagát, mert ő ezt akarja. Uh-huh. Erről jut eszembe, hogy mesélted, vagy beszéltünk róla, hogy az első szalonodat, amikor te megnyitottad, azt te a két kezeddel, fizikailag, szó szerint a két kezeddel csináltad meg. Hogy azt gondolom, hogy ez biztos, hogy tudna motivációt adni azoknak, akik esetleg most kezdenek akár szalonnyitásba. Ugye itt most egyébként van egy másik kérdésem is, ami nagyon érdekel engem, hogy szerinted jelenleg a mai gazdasági helyzetben érdemes-e szalonnyitni? De ettől függetlenül érdekel az is, hogy te hogy nyitottad annak idején. Akkor inkább az, hogy én hogy nyitottam. Én úgy gondolom, hogy óriási szerencsém volt, hogy én megtaláltam ezt a kis gyöngyszemet. Uh-huh. Egy nagyon szép kirakatos, teljesen üvegfelületű szalonról van szó, amit igenis én festettem ki a két kezemmel, szó szerint. Uh-huh. Volt akkor egy ismerősöm, egy barátom, nem párkapcsolat, mert az én barátnőmnek volt a párja, aki nagyon kedves ember volt, és hogy ő segít, hát nem segített. Oda jött, aztán hirtelen elszaladt, és akkor ott maradtam egyedül. Nyilván ilyen emberek mindenkinek vannak az életében, hát nekem ez pont rosszkor jött, és akkor elkezdtem egyedül kenni. De hát, hogyha nyitsz egy szalont, akkor ha most belegondolsz, anyagilag ez hogy éri meg? Tehát ha te kifizeted a bérleti díjat a hó elején a szalonodra, de még nincs kész, nem tudsz beülni, és nem tudsz dolgozni, akkor ugye nem tudod pörgetni a pénzt, amiből majd a következő hónapot kifizeted. Uh-huh. Tehát ülsz egy másik szalonban, a korábbiban, ahonnan nyitod a sajátodat, uh-huh. és ott reszelgetsz, és szeded össze a kis pénzedet, hogy meglegyen uh-huh. a festékre, az ecsetre, és fessél ki.
Na de most akkor mikor festesz, meg mikor dolgozol? Na most ez ilyen hajnal 5 óra, 6 órára tevődött nekem a festésem, aztán mentem, reszelgettem, és akkor utána mentem semmi este vissza. Semmi nem volt neked akadály. Semmi. És mentem vissza, és festettem tovább. Na most egy hetet adtam arra, hogy megvegyem az asztalt, a széket, kifessek, meglegyen minden, mert el kellett kezdenem dolgozni, hogy termeljem a pénzt, és ki tudjam fizetni a bérleti díjat. De ez megvalósult. És ez megvalósult. Egy héten belül. Igen, igen. És jelenleg most? És ez odáig ment, hogy ez a belvárosban van ez a kis szalon. Ez ugye a mai napig megvan nekem, viszont a fő helyemet, azt én áthelyeztem közelebb a lakhelyünkhez, igen. Ez már külvárosban van, ez az Üllői úton található. Első körben ez egy oktatóteremnek indult, és a párommal együtt nyitottuk. Szabad mondani, persze, hogy ki a te párod? Igen, tehát a Szőnyi Istvánnal vagyunk, alkotunk Istikével egy párt, és hát most már 3 éve. És amikor én nyitottam amúgy a szalonomat, akkor nyitott ő is egy másik kolléganővel. És hát mi ismerkedtünk össze, hogy de akkor közel megkörmös volt. Ő megkörmös volt, igen. Tehát, hogy közel volt egymáshoz a szalonunk, és hát így kb. Így adta az élet, hogy akkor felvettük egymással a kapcsolatot, és végül kialakult egy kapcsolat ebből. És amikor mi nyitottuk ezt a termet, akkor ez azért volt, mert nagyon nagy igény volt a továbbképzésekre. És kellett egy plusz hely, ahol én ezt meg tudom tartani, és a belvárosi szalonom ehhez már kicsi volt. És ezért helyeztem át a főközpontomat az Üllői útra, mert ott mind vendégeket, mind tanulókat tudok egyszerre fogadni. És sokkal kényelmesebb ezáltal. De mivel annyi mindent csinálsz egyszerre, nyilván valamiből lejjebb kellett adni, vagy tehát, hogy igen, ugye itt most ahogy a vendégek... Ahogy az előbb is mondtam, igen, vendégeit, a vendégek... És a versenyzés? Most azt is. Most azt is. Az a döntésem a következő évre, hogy most nem megyek versenyezni. Tehát ezek nagyon megviselnek, tehát nagyon leterhelnek. Pozitívan értsd ezt a megviselést, tehát, hogy úgy terhel le, hogy ez egy jó érzés, hogy én ezt végigcsináltam. De például a legelső nagyobb versenyem Londonban volt 3 évvel ezelőtt. Ez az Nilimpia, amit ugye olimpiának nevezünk. Ez a Nilimpia több 4 helyen van megrendezve egy évben. És ezeken a helyeken te pontokat gyűjthetsz magadnak, és a londoni a végső, ahol ugye mindenki összegyűlik, és mivel ugye Európában van, ezért ugye ide fognak jönni a legtöbben. Tehát ide rengetegen járnak, tehát itt vannak azok, akik szerintem így a világ legjobbjai. Na most ide bárki benevezhet, ide nem kell kvalifikáció, ide felmész a honlapra, beregisztrálsz, eljössz, és azt kell erről tudni, hogy divízió 1, 2 és 3-as kategóriák vannak, ami azt jelenti, hogy kezdő, haladó és profi. Amikor először kint voltam, akkor nekem az Ungár Kati mondta előtte való éven, hogy Ági, menjél ki! Kati, én? Hova? Ne viccelj már! Ugyan már, de ha olimpia, én hogy ki se tudnám fizetni, repjegy, szállás, London, Jézusom, nem. És én ezt megbántam, mert valószínűleg több címem lenne. Ja, hogy akkor most. Nem hallgattál nem rá. Nem mentem ki. Ja. Nem mentem ki, mert divízió 1-be olyan körmösök tartoznak, akiknek semmilyen címük nincsen. Ez azt jelenti, hogy nem kaptál első helyezettet, sem másodikat, sem harmadikat, sem... Lehet rosszul mondom, mert lehet, hogy csak első helyezett, de az a lényeg, hogy oktatók és dobogós helyezettek a divízió 1-be nem indulhatnak, tehát ide tényleg csak kezdők mehetnek, ami nem bizonyítványhoz kötött, hanem versenyzési címekhez kötött, és ez nagyon jó, mert lehetsz te 2 hónapja körmös,
és kenhetsz te sokkal jobb körmet, mint bárki más, aki már 3 éve versenyzik. Szóval, hogy ez egy sokkal etikusabb megoldás. Igen. A Divízió 2-ben oktatók vannak, nem feltétlenül első helyezettel, és a Divízió 3-ban vannak azok, akiknek már van világ, hát most nemzetközileg elismert első helyezett címe, és amikor ugye Kati mondta, hogy menjek, én azon az éven a Beauty Fórumra készültem. A Beauty Fórumnak a technikai része abban az évben került utoljára megrendezésre, amit nem tudtunk. Csak utólag. És ez úgy nézett ki, hogy ha te a Beauty Fórumot megnyered profi kategóriába, akkor az Európa bajnokságon te képviseled Magyarországot, és amikor én ezt megnyertem, akkor nekem lehetőségem lett volna Európa bajnoki címre is, de mivel törölték az Európa bajnokságnak a technikai részét, ezért ez már nem áll módomban. És akkor a következő éven mentem ki az olimpiára, ahol 4. helyzet lettem. Elsőre. Iszonyatosan jó érzés volt. Fantasztikus volt. És nyilván ezután az jött, hogy úristen, én megyek jövőre. Hát ezt meg kell csinálni. Én dobogón leszek. Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, pedig vannak olyan emberek, akiket egy 4. hely az de nem teljesen mindegy, hogy hol. Demotivál, hogy nem jaj, lehet de nem igaz, mindegy, hogy hol. Azért nem mindegy, hogy egy világversenyen azt mondják, hogy 4. vagy, tessék, Jézus én azért ismerek ilyen embert. Én nem. Örülök, hogy téged ez motivált, és utána mentél újra. Akkor igen, és mentem újra, és megértem, mert utána 2. második, 1. harmadik, és most az utolsó alkalommal idén 1. első, 2. második és 1. harmadik éremmel jöttem haza. Igaz, nem abból, amiből ezt szerettem volna, mert én főként technika is vagyok, és egy ilyen technikai díszítő kombinációból nyertem meg az első helyezetet. Nagyon jó érzés volt. És mennyi idő, mondtad, hogy említetted, hogy sok idő ezt kipihenni. Sok. De ez mennyi idő kipihenni egyébként? Én, mikor tudnál elkezdeni újra felkészülni egy ilyen versenyre? Én úgy gondolom, hogy én idén a technikaiban, amiben szerettem volna, ezért sem értem el olyan helyezést, amit akartam, mert annyira lefárasztott ez agyilag, anyagilag, mert ahhoz, hogy ugye pénzed legyen egy ilyen versenyre, utazásra, ahhoz rengeteget kell dolgoznod, félreraknod, és mellette rengeteget gyakorolnod. Ami, ha csak a verseny előtti időszakot nézed, az úgy néz ki, hogy vendégek után minden este 11-ig, nem minden este, 2 naponta 11-ig kened, reszeled időre, és ez nagyon refáraszt. És kint a körülmények, én bevallom, én nem szeretem Londont. Nekem nem tetszik, valakinek tetszik, az ne haragudjon meg ezért, de én nem szeretem. És nekem ez, az, szerintem az is fárasztja az embert, amikor nem ugyanolyan körülmények között tud pihenni, amit mondjuk otthon megszokott. És sokkal jobbat kell teljesíteni, mint amit elvár magától. És van olyan hely egyébként, amit szeretsz? Mert így külföld, te sokat vagy jársz igen. külföldre oktatni. Igen, igen. Nagy szerencsémre mondhatom azt, hogy sok felkérést kapok, és ezt én úgy gondolom, hogy a Brillbirdnek köszönhetem. Nem is úgy gondolom, hogy nem, ezt tudom, hogy én ezt a Brillbirdnek köszönhetem. Mert de hogy kerültél egyébként a Brillbirdhez? Én konkrétan úgy kerültem a Brillbirdhöz, hogy Szatmári Felicia, aki nekem a szakmai oktatóm volt, beajánlott. Nem tudom, hogy beajánlott, hanem felhívott, hogy keresnek oktatót, és hogy adjam be az önéletrajzomat. És én utána elmentem egy felvételire, és órát kellett tartani, amit meghallgattak, és az alapján lett eldöntve, meg nyilván megnézték, hogy milyen eredményeim vannak, hogy megvannak-e a szükséges papírjaim hozzá, és akkor azt mondták, hogy hát felvennénk. És így lettem munkahelyes oktató. De mivel ugye megvoltak az ambícióm, és én csináltam a magam dolgát, hogy akkor így kerültek ezt a körmöt, azt a körmöt, ilyen verseny, olyan verseny,
ezért ugye lettek tanfolyamaim, mert nyilván egy oktatónak nem úgy lesz tanfolyam, hogy na, én oktató vagyok, akkor hirdetek, hanem igenis azért meg kell dolgozni, és igenis gondolkodni kell, összerakni, képeket készíteni, tananyagot fejben, hogy ne legyen olyan, mint a másé. Tehát ne azért menj el tanfolyamra, hogy te összeragd a saját magad tanfolyamát, mert ha már te azt mondod, hogy oktató vagy, akkor már ott nagyon nehéz elmenni más oktatónak a tanfolyamára. Én is járok, de ilyenkor megkérdezem az oktatót, hogy nem-e probléma, hogy elmegyek, és én az vagyok, aki igenis, ha tanulok valakitől valamit, és azt az egy mondatát én belefűzöm az oktatásba, én azt hozzáteszem, hogy kitől van. Mert szerintem ez csak így lehet. Tehát nem tulajdoníthatod magadnak azt, amit mástól tudsz. És így kerültél külföldre. És külföldre pedig ugye a BB által ugye kerültem, hogy a külföldi viszonteladók meghívtak, azért, mert valaki azt mondta bent a BB-ben, hogy én beszélek angolul. És beszélsz angolul? És akkor én nem beszéltem angolul, csak kb. Így megértettem, mert én tanultam angolul, de nekem a nyelvvizsgám franciából van. És mivel... Te felsőfokú szinten beszélsz franciában? Elvileg igen, de már az régen volt, tehát, hogy gyakorolnám, akkor menne. Uh-huh. De hát nyilván sokat felejtettem, mert nem olyan közegben vagyok, ahol ugye ezt lehet gyakorolni. És mivel azt mondta valaki, hogy én beszélek angolul, és én tartok tanfolyamat angolul, ezért engem így kihívtak, és így, mivel előttem volt egy ilyen dolog, hogy ó, jó, oké, kihívtak, akkor menni kell, de most akkor ők azt hiszik, hogy tudok angolul, és akkor még tudom, hú, hát akkor, jó, persze beszélek, persze, hogy ne. Na, és akkor kőkeményen elkezdtem angoltanárral tanulni, és akkor viszont csak szakmai részt. Uh-huh. És akkor kifejezéseket, hogy hogyan tudom elmondani, hogyan raktam a sablont, hogy ezekre mik a szakszavak, videókat néztem, hogy ki milyen szavakat használ, mert nyilván... Ez mennyi idő alatt tudtad el sajátítani? Hát most már a harmadik évnél tartok, és szerintem most már bátran bármilyen tanfolyamot vált. A díszítőt azt nem biztos, de technikai tanfolyamot szerintem bármilyen körülmények között. Tehát te tolmács nélkül gyakorlatilag. Igen, akkor és én tolmács nélkül járok, igen. Nyelven megoldod. Igen. De jó. Igen, igen. Úgyhogy nagyon sok helyen jártam, és melegebb, hidegebb országokban. És van kedvencem? Van-e kedvencem? Amire a legszívesebben emlékszem, az Tenerife volt. Nem biztos, hogy tudják egyébként a nézőink, hogy általában ti össze szoktátok kötni a munkát egy kicsit a nyaralással. Nem szoktuk. Nem, ti nem szoktátok. Volt rá példa, de nem szoktam. Aha. És amikor erre volt példa, akkor az nem biztos, hogy jól sült el. Tehát azért fáradt vagy, dolgozol, ez munka. Tehát oké, hogy tök jól néz ki, hogy te itt vagy, meg ide repkedsz, meg oda repkedsz, de ez kőkemény meló. Igen, örülök neki, és ezért vannak posztok belőle, hogy igen, jó nekem, mert kurvára megdolgoztam érte. Bocsánat, mert nagyon megdolgoztam érte, mert éjjel-nappal dolgoztam, körmöztem, reszeltem, fotóztam, mentem, csináltam. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ahhoz, hogy valaki elérje ezt a népszerűséget, és mondjuk ennyi tanulója legyen, szerinted mi a három legfontosabb dolog, amit meg kell ahhoz tennie, hogy mondjuk népszerű legyen. Alázat. Hogy elismerj másokat. Hogy tudd, hogy hol vagy. Hogy tudd, hogy hol tartasz. Uh-huh. Nekem ez az alázat. Tanulás. És odafigyelés. Uh-huh. És gyakorlat, kitartás. Uh-huh. Mert ez a három nélkül nem megy. Uh-huh. Csak ez. A három legfontosabb dolog. Engem az érdekelne még, hogy te a pároddal, Istivel, ugyanabban a szakmában dolgoztok, ugyanazt csináljátok, nem tudom, mennyire érintkeztek a munkában, mennyit találkoztok, mennyire dolgoztok fizikailag egy helyen, de hogy azt szokták mondani, hogy nem annyira jó, hogyha egy pár ugyanott dolgozik. Hát most mert ez... hogy ez szül problémát, és vitát és nézeteltérést, tehát így el vagytok egymás mellett? Mi teljesen. Aha, tehát nálatok ez működik akkor. Teljesen működik. Ugye az oktatóterem is úgy lett kialakítva,
hogy ne arra kelljen figyelni, hogy ki mikor tart képzést, uh-huh. hanem hogyha önállóan egyszerre van két tanulónk, akkor mi ott elférjünk. A csoportosokat nyilván egymással meg kell beszélni, uh-huh. hogy ki mikor tartja, de van bőven hely erre. Uh-huh. Igazából szerintem tudásban hasonló szinten, tehát ugyanazon a szinten vagyunk, ezáltal ugye ebből probléma nincsen, hogy most ha egyszerre oktatunk, akkor ki mit, hogyan fejez ki. Mert én hallom, hogy ugyanazt mondjuk. Ti szoktatok igen. otthon körmözésről már beszélni? Már nem. Tehát ez a, úristen, láttam a neten valamit, és te is láttad, mondjuk egy újdonság, vagy hú, te most ja, hát csinálod az orosz mandulát? Isti szoktam mondani, hogy egy kicsit többet facebookozik, mint én. No. Én próbálom magam elhatárolni. Tehát, hogy én nem fórumozok, rám lehet írni, tehát, hogy én szívesen válaszolok mindenkinek, ha van időm, de hogy én nem veszek részt ilyen fórumokban, ezáltal én nem látok mindent. Tehát én nem pörgetem a Facebookot egész nap, mert dolgozok, és mondjuk videót veszek fel, vagy tanulok, ha hazamegyek, ahogy mondtad. Ő azt mondja, hogy te láttad? És akkor én azt mondom, hogy én nem láttam. Szóval, és akkor ennyiből le tudunk, mert engem így nem érdekel. Tehát én próbálok a családomra koncentrálni, nehéz. Igen, ez a munka és a magánélet egyensúlya, azt gondolom, hogy itt sokszor ez a legnagyobb probléma. Igen. A legnagyobb kihívás általában. Igen, nekem az a rendszerem van, most az elmúlt két hétben ezt nem tudtam követni, de nekem az a rendszerem van, hogy reggel felkelek, és ahogy kávézok, válaszolok az üzenetekre, akkor elmegyek dolgozni, ami a napi dolgom, és utána este visszaülök, ellenőrzem, válaszolok újra, és abba hagyom. Ha ezen kívüli időszakban válaszolok valakinek, az azért van, mert éppen ráérek. Vagy mert az üzenetet véletlenül megnyitottam, és én nem hagyom függőben, mert biztos, hogy elfelejtek rá válaszolni. Mert már olvasottra van igen, jelölve. Igen, de már beszoktam jelölni azt, hogy olvasatlan. De ehhez önfegyelem kell, nem? Vagy mi kell ehhez, hogy így betartsd ezt a napi rendet? Hát odafigyelés kell. Odafigyelés kell, kipihent állapot kell szerintem, mert amikor még vendégeztem, rengeteg mindent elfelejtettem. Egymásra írtam én is két vendéget, nem írtam be, hazamentem, szóval velem is nem hívtam vissza. Volt, hogy egy lánynak, aki magánképzésre akart hozzám jönni külföldről, mert adott héten volt itthon, mondtam, hogy mindjárt válaszolok, nem válaszoltam, rengeteg levelem jött, lecsúszott a legaljára, és 3 hónap múlva vettem észre, és írtam neki, hogy úristen, mondta, hogy semmi baj, tehát, hogy ő máshogy kezelte, tehát tényleg nem volt belőle probléma, ismerem, de hogy ez borzasztó volt. És mit tanácsolnál azoknak a tanulóknak, vagy mondjuk kezdőkörmösöknek, akik most indulnak a jelenlegi piaci helyzetbe akár. Kössük ugye, fel a gatyájukat. Ugye itt most gondolok arra is, hogy ugye drágulnak a bérleti díjak, tehát nehezebb, sokkal nehezebb szalon nyitni. Gyakorlatilag lehet, hogy nem is éri már meg. Tehát egy picit átalakul sok minden. Szerintem ma nagyon könnyű dolgozni. A kössük fel a gatyájukat, az nyilván arra utalt, hogy tanulni kell. Mert tanulás nélkül nem fogsz tudni jó körmöt csinálni. Nem mész el tanfolyamra, nem fektetsz be, nem tudsz jó körmöt csinálni. Kész, pont így van. Viszont szerintem vendégkört nagyon gyorsan ki lehet alakítani. Legyél egy kicsit kommunikatív, kínáld meg egy kávéval, ültesd le, figyelj rá, hogy mit szeretne, és legyél szolgáltató, mert azok vagyunk. Ami nem azt jelenti, hogy hagyni kell, hogy beléd rúgjanak, hogy viccet csináljanak belőled, hogy nem mennek el az időpontra többször, és te még mindig kiadod, még mindig kiadod. Még. Nem, kétszer nem jött el, én nem adok időpontot. Fel kell állítanod a magad rendszerét. Tehát saját szabályrendszer szerint kell dolgozni. 9-től dolgozok 6-ig. 6-ra jöhet az utolsó vendég. Ha te ezt átléped, és te azt mondod, na jó, gyere 8-kor, akkor ő
egy év múlva is 8 órakor akar majd jönni, és ezt nem tudjuk kezelni. Ezek nagyon nehéz dolgok. Ez kommunikáció, megint ez konfliktus. Fegyelem. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hát és elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm.